Alapvetően maga a Figyú története az nem egy túl messzi távolba tekinthető. Ebben az évben indultunk el, az év elején többet magammal itt a kamara berkein belül gondolkodtunk azon, hogy győri fiatal vállalkozók valami kis közösséget hozzanak létre, és egymást munkáját egy picit segítve lépjünk, és egy picit prosperálóbbá tegyük azt a fiatal gazdaságot, ami egyelőre még csak így nagyon a kezdetén van mindennek. A kamara hál' Istennek ebbe segítségünkre volt, és a mai napig is ezt megteszi helyszínnel, illetve pályázati lehetőségekkel egyetemben is. A többet magammal az azt jelenti, hogy 8-an voltunk, akik alapítottuk ezt a Figyú klubot. A Figyú klubnak ugye én vagyok a vezetője, és olyan határozott elképzeléssel tettük ezt meg, hogy minél több hasonszörű fiatal vállalkozóval jöjjünk össze, akik elképzelései között az szerepel, hogy önnön saját magukat képezzék, illetve tapasztalatukat, tudásukat próbálják meg átadni másoknak is, mind pozitív, mind negatív oldalról is, mert a kudarcokból is lehet tanulni. Ennek érdekében azt gondoltuk, hogy különböző programokat szeretnénk elindítani, aminek egyik első ilyen lehetősége volt ez a sikersztorik beszélgetés, aminek a célja egy kerekasztal beszélgetés, hogy három meghívott vállalkozó, jellemzően győri-győr környéki vállalkozó elmondja a nyitott körülmények között az, hogy hogyan sikerült neki elérni azt a célt, amit nagyjából kitűzött magának, és így mutatni át azt, hogy maga is a vállalkozói lét az milyen lehetőségeket rejt magába. Nem titkolt szándék az, hogy azért ezek a vállalkozók ne csak úgy a tapasztalatszerzés miatt jöjjenek, hanem gazdasági kapcsolatok is alakuljanak ki. Én azt kell, hogy mondjam, hogy szinte ez volt, mivel mindegyikünk vállalkozó, és azért mindenkinek megvan az a motivációja, hogy ezt miért teszi meg, ez is mindenféleképpen szerepet kapott ebben. Tehát már most kialakultak gazdasági kapcsolatok az itt lévő tagok között. Az előadásunk májusban volt. Ott jelen volt Molnár Kristóf, ő ugye az Open House egy ingatlan közvetítő hálózatnak az egyik tulajdonosa és alapítója. Jelen volt Tóth József Péter, ugye a Lipóti Pékségnek a tulajdonosa, illetve Lipót község polgármestere. És Rakoncai úr, aki pedig mint akkor híres volt arról, hogy ő volt az, aki áttevezte a nagy óceánt, és aztán mégis is meg is találtatott. Így igazából azt lehet mondani, hogy nem is feltétlenül magát a gazdasági célt, mint a vállalkozás próbáltuk meg kitűzni, hanem igazából minden olyan vállalkozót próbáljunk meg magunk köré csoportosítani, akik valamit elterveztek, valamilyen célt meghatároztak, és azt mondjuk, ha azt mondom, sikerrel is, kisebb-nagyobb sikerrel, de véghez vitte. Az elejétől fogva azt határoztuk meg, hogy minél több emberrel szeretnénk mi kapcsolatot kialakítani. Nyilván egy valamilyen szintű közös platform alapján, ezért egyelőre tagdíjban nem gondolkodunk semmilyen formában. Mi azt a tudást, azt a lehetőséget szeretnénk átadni az embereknek ingyenes formában, amivel mi rendelkezünk, és amit mi össze tudtunk eddig gyűjteni.